Mai ülésén módosított a kormány azon a rendeleten, amely a banki részletek halasztását teszi lehetővé azok számára, akiknek anyagi nehézségeket okoz a koronavírus járvány. Az ülés nyilvános részén elhangzottak szerint a jogszabály pontosítja, hogy a kamatot nem fogják tőkésíteni, azaz a hitel nagysága nem nő a szüneteltetés időszakában. Először is nem tőkésítik a kamatot a jelzálog hitelek esetében. Másodszor meghosszabbítjuk azt a határidőt, ameddig egy magán vagy egy jogi személy kérvényezheti a kifizetések felfüggesztését. Harmadszor pedig lehetőséget adunk mindazoknak, akik ezt kérik, hogy addig az időpontig, amíg a halasztást igénylik, rendezhessék az esetleges tartozásaikat a hiteltörlesztés terén.